Mai műsorunk tartalmából sikeres TAC hétvége, győzelem a vértes somló ellen, matinén győztek a női kézisek, ráfért a győzelem a férfi kézisekre. Negyedik tavaszi meccsét is hazai pályán játszotta a TAC megyei alsóosztályi labdarúgó csapata. A Bábolnától vereség, győzelem Ács ellen és döntetlen a bajnokság egyik esélyese a Komárom ellen. Mérkőzésről mérkőzésre javuló játékot láthattak a nézők. A Komárom ellen igazán jó meccs keveredett, azzal együtt is, hogy a játékvezető jó voltából eléggé paprikás volt a hangulat. Az újabb hazai találkozón a vértes somló vált a TAC-ra. Az ellenfél a tabella 8. helyén állt, 7 győzelem, 2 döntetlen, 8 vereség és 23 pont volt a nevük mellett. Ősszel a TAC idegenben is 5-0-ra nyert. A vendégek a legutóbbi fordulóban hazai pályán az Ácsot győzték le 3-1-re úgy, hogy az utolsó negyed órában lőtték a 2 gólt. Jóval kevesebben voltak a nézőtére, mint a Komárom ellen, de lehet, hogy a kicsit hűvös idő is számított. Az előmeccseken TAC győzelmek születtek, mind az U14 és U16 a Lábatan ellen, mind az U19 a vértes somló ellen. Utóbbi győzelem azt jelentette, hogy továbbra is őrzi első helyét az U19-es csapat. Nagyok meccse 3-kor kezdődött, a TAC alábbi összeállításban lépett pályára. A kapuban Sándor, a mezőnyben Csordás Dénes, Kiség, Fehér, Csordás Gergő, Csapó, Bujdosó Balázs, Rába, Purgel, Kurcsok és Goldschmidt. Az első 10 perc csapkodó játékot hozott, a TAC sokat járatta hátul a labdát, a vendégek inkább az előre rúgott labdákkal próbáltak eredményre jutni. A 13. percben a vendég térfél közepén Goldschmidt és Csonka ugrott fel egy labdáért. A tatai játékos tovább fejelte, ellenfele pedig az arcába fejelt. Balszerencsés ütközés volt, de sajnos csúnya vége lett. Még a nézőtérén is hallatszott a csattanás. Goldschmidt lentmaradt, majd az arcát fogva támolygott, aztán letámogatták a pályáról. Lehetett látni, hogy súlyos a sérülés. Lázas telefonálgatás, aztán jött a mentő, és kórházba vitte a támadót. Utóbb kiderült, hogy eltört az arc csontja. Hazai csapat félszemmel az eseményeket nézte, de a mérkőzés persze folytatódott. A 20. percben Sándor kapus kidobásával Korcsok indult a jobb oldalon, ügyesen ugrotta ki Rábát, aki közelről a kapusba lőtt. Sztárról szögletre pattant a labda. A TAC nagy mezőny fölényben játszik, helyzetecskék, helyzetek is vannak, érik a hazai gól. 25 percet kellett várni az első olyan vendéglövésre, amely kapura is ment, de Sándor biztosan védett. A vendégek kapusa jeleskedett, többször is jól avatkozott közbe. Az egyik hazai akció végén Rába tört be a 16-oson belül, ahol 2 védő között elesett, de nem volt 11-es, még ő sem reklamált. A 35. percben Purgel tehetett volna róla, hogy megszülessen a hazai vezető gól. Egyedül vihette a labdát a kapura, de Sztán jól zárta a szöget. Purgel 2-szer is belerúgta a labdát, nagy lehetőség volt. 2 percre rá Kiség a középkörből indította a jobb oldalon Korcsokot, aki lecselezte magát az ötös környékén az alapvonalig, onnan lőtte be középre, ahol érkezett Rába, és 10 méterről egyből a bal sarokba vágta a labdát, ezzel 1-0-ra vezetett a TAC. Egy Korcsok lehetőség maradt ki, megharcolt egy labdáért, aztán 16 méterről alig lőtt fölé. Ismét Korcsok volt a főszereplő, na és Rába. Ők ketten hozták össze az újabb gólt. Mindezen 41. percben történt. Korcsok a jobb oldalon szabadon tört előre, akár rá is lőhette volna, de mégis beadta, ahol megint Rába volt jó helyen, és 5 méterről a jobb sarokba lőtt. Az első félidőben több említése méltó esemény már nem történt. Félidőben többen is felemlegették Goldschmidt sérülését. A második játékrész első eseménye Korcsok szabadrugása volt, amely a 4-tagú sorfalon megpattant, így Sztánnak nem okozott gondot. A vendégek is veszélyesebbek lettek, de bal oldalról előre rúgott labdát Koller nem érte el. Nagy helyzet lehetett volna. Egy újabb lehetőség Rába előtt, aki egy szép csellel játszotta magát tisztára, Csordás Gergőtől kapta a labdát, felnézett, és 18 méterről alig lőtt a jobb kapufa mellé. Ezúttal Korcsok egyedül fejezhette volna be az akciót, de a jobb oldalról befelé húzva a kapusba lőtt. Ez kapus bravúr volt. Bár a TAC ebben a félidőben is mezőny felénben játszik, jobbára a vértes somló tér felén van a labda, de egyszer-egyszer a vendégek is támadnak. Egy ilyen akció végén a bal oldalról került középre a labda,
de lövést Sándor védte. A 61. perc hozta a TAC és Rába harmadik gólját. A 16-oson belül a bal oldalról indult befelé, megtolta a labdát, és körülbelül 10 méterről rálőtte. A bevetődő védőről ismét elé pattant a labda, és másodjára már nem hibázott, nagy erővel lőtt a jobb felsőbe. A kapusnak esélyesen volt. 3-0. A félidő közepén kettő cserét Weber edző, Csordás Dénes és Bújdosó Balázs helyett érkezett Ipi Dániel és Járfás István. Rába újabb gólt szerezhetett volna, a bal oldalról Csordás Gergő rúgta előre a labdát. A vendégek középső utolsó védője elvétette, a csatár rácsapott a szabad labdára, és egyedül indult a kapu felé. Elvitte a kapus mellett, de hosszan tolta meg, közben egy védő is odaért, így ezúttal kimaradt a helyzet. Kicsit váratlanul született meg a hajrába a vendégek szépítő találata. A bal oldalon a sokadik hosszan előre rúgott labdára nem figyeltek eléggé a védők, így Koller egyedül maradt, bevezette a kapu elé, és lövése, bár Sándor beleütött a labdába, a kapu jó sapkába kötött ki. Még a végére is maradt egy vértes somló lehetőség, de Sándor kapus túljárt a támadó eszén, merész vetődéssel mentett. A TAC végig fölényben játszva akár nagyobb különbséggel is nyerhetett volna. 3 pont volt a legfontosabb számunkra ma, így is sok sérültünk volt. Tibit régóta ismerem, belemegy minden párharcba, most is számított arra, hogy felugrik. Láttam már csúnya sérüléseket, de ez is közéjük tartozott, szóval horrorisztikus volt. Darabig láttam, hogy a félszemetek ott volt a kispad körül. Igen, persze, hát csapattársunk, barátunk, nyilván én is figyeltem a bal oldalon, mi van, jön a mentő, beül. Hát most elveszítettünk egy fontos láncszemet ismét, a Sanyi után, Bújdosó Sanyi után, úgyhogy hát csapat vagyunk, tovább kell menni. Megvan a 3 pont, és megyünk tovább, meglátjuk, hogy mire leszünk képesek. Biztos győzelem volt, de azért hátul figyelni kellett, mert néha egy-egy előre valók labdával próbáltak meglépni. Hát én úgy éreztem, főleg az első fél időben nem sok sanszuk volt gólt szerezni, helyzeteink megvoltak, lehetett volna közte több is. A végén én nem tudom, hogy kicsit most már kiengedtünk, gondoltuk, hogy megvan a mérkőzés, az utolsó 20 percben hagytuk őket, hogy jöjjenek, de olyan meddő volt a fölényük, úgy gondolom, hogy sima volt. A legfontosabb kérdés, mi van Goldschmidt TV-vel? Hát igen, sajnos szilánkosra tört az arcsontja, meg kell emezelni neki, úgyhogy innen is mielőbbi felépülést kívánunk neki. Hát ez egy nagyon, nagyon hiányozni fog, úgy érzem. Ráadásul még a legelején, amikor még sok minden benne lehetett a meccsbe. Igen, egy kicsit úgy érzem, álmosan kezdtünk, ez rá is nyomta ugye egész mérkőzésre a bélyegét, pedig nem ezt terveztük, és nem ezt kértem a fiúktól, hanem hogy lendületesen gyors támadásokkal próbáljunk meg dominálni. Ez a magas labdák, ívelések, ez nem volt szerencsés, és sajnos a Tibi is ennek itta meg a levét. Azért a Korcsok Rába kettős az ma jól működött. Igen, Christopher úgy érzem, hogy kezd egy kicsit most már magára találni, kezd érezni ezt a felnőtt bajnokságot. Jenő pedig ott van, amikor kell, és rugdossa a gólokat, hál' Istennek. Korcsok nagyon élt, mert egy kicsit szabadabb játékot is kapott? Próbáltam azt, hogy a szélén próbálja meg az üres területeket megjátszani, bíztam arra, hogy próbálja meg az egy-egyeket felvállalni. Egy nagyon ügyes játékos. Azért gondolom, hogy kicsit dühös vagy ezért a kapott gólért a végén. Abszolút, mondtam a srácoknak fél időben, hogy ezt a mérkőzést minden kapott gól nélkül kell lehoznunk, és nem lenézve az ellenfelet, de azt gondoltam, hogy egy kicsit tudunk gólarányt is javítani. Nem így sikerült, sajnos egy-két védelmi hibából. Most van egy hetünk pihenni, jövő héten nem játszunk, utána az oroszlányt fogadjuk, úgyhogy minden erőnkkel azon leszünk, hogy itthon tartsuk a 3 pontot. Sérültek közül azért most Goldschmidtet nyilván nem fogod látni egy darabig, de gyógyulnak a többiek? Alakul, ugye Szűcs Peti, aki műtét után lábadozik, illetve Tóth László, aki ugye múlt heti húzódása után most már reméljük ez az egy hét pihenő még ezt segíteni fog, aztán reméljük, hogy a többiek is meggyógyulnak és teljes kerettel tudnánk már egyszer végre, annak nagyon tudnék örülni. Ismét vasárnapi matinét játszott a TAC MB2-es női kézilabda csapata. Az ellenfél a Szent István második számú együttese volt. A hazaiak tavasszal háromszor nyertek, csak Pilisvörösváron szenvedtek vereséget. Ezzel a sorozattal megerősítették második helyüket a tabellán. Szent István csapata a 9. helyen áll, 10 ponttal van kevesebbjük, mint a TAC-nak. A vendégek az előző fordulóban otthon a Tatabánya ellen nyertek 23-21-re, ősszel idegenben is fölényes 36-21-es győzelemmel utazhattak haza Tatára a lányok.
A Tac így kezdett. Halasi a kapuban, mezőnyben Sajó, Kulcsár, Lengyeltóti, Szőcs, Völgyi és Antal. Harmadik percben már 3-0-ra vezettünk, közben Halasinak is volt védése. Támadásban rendszeresen Lengyeltóti Májer csere volt. Az első vendéggólra 6 percet kellett várni. Az első emberelőnyünket 3-1-re hoztuk, és amikor kiegészültek a vendégek, edzők időt is kért. Ekkor 10-4 volt az állás. 20. percre 26-ra nőtt az előny, gyakorlatilag szétszaladtuk a vendégeket. Kulcsár, Májer, Völgyi gyártotta a gólokat. Még az első félidőben Csányi edző is időt kért. Az utolsó percre is maradt Tatai gól, Lengyeltóti lobott labdát, az indítást pedig Szőcs fejezte be egy jó lövéssel, így a félidő 26-10-es Tac vezetéssel zárult. A szünet után már mindkét csapat a pályán volt, mire visszaértek a játékvezetők az öltözőből. Mi támadtunk, Zsótér először volt a pályán. Sajó kanyarodott be jobbról és felugrásból szerzett gólt. A vendégek támadásánál Kulcsár szabálytalankodott, de még így is gólt kaptunk, ráadásul ki is állították a beállósunkat. A jobb oldalon Antalhoz került a labda, aki a kapu előtt keresztbe játszott Zsótérnak, aki a bal szélről szép lövéssel megszerezte első gólját. Újabb csere, ezúttal Németh érkezett. Mája sokatszor vállalkozik átlövésből, ezúttal a védők is lemaradtak, ezt ilyenkorul beszokta lőni, 32-13-ra vezet a Tac. A kapuban is cserélt Csányi edző, Halasit Siklósi váltotta, de Korzsán rögtön fel is avatta. Kicsit kapkodunk, könnyedebben veszik a lányok a meccset, és erre ráharapnak a vendégek, egymás után 3 gólt lőttek. Sajli is a pályára került, oda is állt a büntetőhöz, de a kapus védett. Többször is remek Májer Kulcsár akciók állították megoldhatatlan feladat elé a védőket, amiket Kulcsár góllal büntetett. Az 52. percben Horvátné is a pályára lépett. A második játék részben fej-fej mellett haladtak a csapatok, de azért a különbség nem nagyon csökkent. Az 55. percben 43-27 volt az állás, az utolsó 5 perc következzen élőben. Innen folytassuk tehát a Tac Szent István ese második csapatának mérkőzését. Ahogy látják, 43-29-re vezetünk akkor, amikor szűk 5 perc van hátra a mérkőzésből. Gyakorlatilag az egész meccs erről szólt. Egyre fölényesebb lett a vezetés, már a harmadik percben 3-0-ra vezettünk. Aztán az első félidő úgy nézett ki, hogy majdnem ahány perc annyi gól dobunk. A félidő 26-10-zel zárult. Többször is kiütésszerű volt a meccs. De azért egyszer-egyszer a vendégek is föllelkesedtek, mint most a második félidőben is. Egy kicsit lazábban is vesszük a játékot, talán tudat alatt biztosak voltak benne, hogy győzünk. És így egy kicsit lazábban vették a lányok, így a félidőbeli 16 gólos vezetés mostanra 13-ra csökken, de Kulcsár Gyöngyi megállíthatatlan. 13. gólja volt ez, amit beállóból szerzett. De ezzel a 44-el így is idén csúcsot javítunk, hiszen ennyit még nem dobtunk a bajnokságban. A vendégeknél a labda. Közben Csányi Gábor kétkedve néz a játékvezetőkre, hogy mi volt ez az ítélet. Most pedig a vendégek eladják a labdát, és jöhetünk oldalról. Sajó, ő kezdte a gólgyártást. Kulcsár, ezúttal nem sikerül befordulni. Kovács őrizte jól. Volt, amikor hárman is csüngtek a beállós nyakán, ezúttal egy hetes árán. A gólszerzést ugyan sikerül megakadályozni, de azt nem, hogy jöjjön a büntető, ami az Sajóé válló, de eddig 4 gólja van. Az első fél időben volt eredményesebb, ezúttal hetesből szintén. Eddig 5-7-est dobtunk, és valamennyiből gól született. Illetve, egyet kihagytunk. Tehát 6-ból 5 a
eredmény. A vendégek valamennyi büntetőket értékesítették. Ezúttal nem sikerül a dobás, Siklósi győz. Nem sikerült a hosszú indítás Zsótérnak, mégis odaér a labda. Aztán be is dobja. Második félidőben a cserék közül játszik a legtöbbet, és már 3 gólt szerzett is, 46-30. Másfél perc van még hátra, ellépte a vendégjátékos. Így aztán akár gyorsan le is futhatnánk őket. Sajó, ezért akár sárgát is adhattak volna. Ezért a lerántásért a játékvezetők, de nem villant a lap. Egyébként 2-2 percet kaptak már a vendégek, és 3 sárgát. Sajó próbált átmenni az élő falon. Nem sikerült. Kulcsár, Sajdli, Horvátné. Nagyon jó labda, de nem sikerül Antal Dominikának ezúttal gólt szerezni. Ő is dobott 7-esből is gólt, valamint 4-es akcióból. Belül vagyunk az utolsó percen. Itt sok érdekesség már nem fog történni, 46-30-ra vezetünk. Egyébként ősszel is nyertünk ott, egész pontosan 36-21-re. Hát mind a két csapat túlszárnyalta az ősszel dobott gólok számát. Nem hiszem, hogy a vendégek túlságosan örülnének, hogy most sikerült 9-szel többet dobni. Mi 10-szel dobtunk többet. És még egy időkérés a vendégeknél. Körülbelül 35 másodperc van még hátra, de úgy gondolta Csenki Csilla, a vendégek edzője, hogy esetleg egy figurát még elmagyaráz a csapatának, és akkor túl lesznek a 30-on. Csányi Gábor pedig a védekezést próbálja összerakni, hogy abból esetleg még egy támadás is lehet. Gyakorlatilag a kezdők már öltöznek is. Ezt most már a pályán lévő csapat fogja befejezni. Meg volt az időkérés, és akkor jöhet a vendégek szabad dobása, hiszen itt kértek edzőt, van még 10 másodperc az időkérésből, de hát nem volt annyi mondani való végül is, amivel ki tudták volna használni az 1 percet, de azért meg kell várni, amíg lepörögnek a másodpercek, ami most történik meg. 15 másodperc van hátra a mérkőzésből. Faultot kér Csányi edző, meg is volt a fault, és még egy kiállítás a végére. Most már 2-2 a kiállítások aránya. Utolsó 5 másodperc, egy lövése talán elég lesz. Kulcsán Győri beáll a sorfalba. Fault, nincs fault, de van egy fölé lövés. Kovács Veronika lövése volt a mérkőzés utolsó eseménye. Tatai Atlétikai Klub Szent István ese 2, a végeredmény 46-30. Könnyűnek tűnt, hál' Istennek, mert szerencsére olyan jó most a csapatunk. Egyébként ez a tavalyi bajnok volt, tehát tavaly ők nyerték a bajnokságot. Nyilván egy kicsit most gyengébbek. Az elején annyira jól kezdtünk, ugye, hogy 16 góllal vezettünk az első félidőbe. Nagyon nehéz fönntartani a motivációt végig. Utána már persze, hogy kicsit könnyebbűbb megoldások alakulnak ki. Végrohant a csapat, ez volt a kérés? A helyzet az inkább, hogy nyilván akkor rohanunk, hogyha van rá lehetőség. Most ha mondta, egy edzőmeccsen lehet azt mondani, hogy akkor álljunk fel, gyakoroljuk a figuráinkat. Itt azért, aki pályára kerül, az mind igyekszik gólt dobni. Ha lehetősége van, persze szaladjon és dobjon minél hamarabb könnyű gólt. Jól működött a Mayer-Kulcsár páros. Igen, mindig jól működik. Sőt, azt mondom, hogy a első hármas... Mindegyik jól működött. Az első félidőben az egész csapat nagyon működött. Ez egy középmezőnybe tartozó csapat, és tényleg egy 16 gólos előnyt szerezni, ez csak jó játékkal sikerülhet. Gratulálok a győzelemhez, és hát a 14 dobott gólhoz is. Hát nagyon szépen köszönöm. Tömtek a társak labdákkal.
nagyon sokszor megtaláltak, sokszor volt helyzetem, és jó lövő százalékkal lőttem, tehát azért sikerült ennyit lőnöm. 14 gól, ezzel együtt azért volt, amikor hárman is csüngtek a nyakadon. Ezt már rutinból megoldottad. Hát az az igazság, hogy nekem ez már nem tűnik fel, tehát egy beállósnak ez a sors, hogy állandóan lógnak rajta. Próbálok a társaknak helyzetet csinálni. Nyilván van, amikor engem hagynak ott, van, amikor a lövőknek van több helyzete. Most így alakult, hogy a második fél időben kijöttek 5-1-re, nyitottabb védekezést választottak, és nagyobb területen volt a fal mögött. Többször is jól működött a Mayer Kulcsár kettős. Igen, hát most már a harmadik éve játszunk együtt, mondhatom, hogy már ránézésből ismerjük egymás gondolatát, úgyhogy nyilván ez az összeszokás. Meccs közben mikor derül ki az, hogy a beállósnak több lehetősége van? Hát ez nem derül ki meccs közben, meg igazából nem is erre van kiegyezve a támadó játékunk. Nyilván sokat keresnek engem is a társak labdával, de az ellenfelek is nyilván készülnek erre, hogy viszonylag sok gólt szoktam szerezni a mérkőzéseken, és igyekszem a társaknak helyzetet kialakítani. Hát most így sikerült, hogy én lőttem, de ennek nincs jelentőség. Az a lényeg, hogy nyert a csapat, és egy jó felkészülés volt a következő két fontos bajnoki mérkőzésünkre. Továbbiakban végre győzelem férfi kézilabdában. Tavasszal egyelőre nem megy a TAC NB1B-s férfi kézilabda csapatának. Az eddig lejátszott 6 fordulóban egy győzelem és 5 vereség a mérleg. A 3 hazai meccsből csak a Csurgó U23-as együttesét sikerült megverni. A vereségek miatt ezt a fordulót a 8. helyről várta a csapat. Az ellenfél a Várpalota volt, amelyik a 14. helyen áll a tabellán, és valamennyi eddigi mérkőzését elvesztette. A TAC is 30-22-re nyert ott ősszel. A vendégek legutóbb hazai pályán kaptak ki a Balatonfülettől, mi pedig a Százhalombattától kaptunk ki, idegenben 30-23-ra. Az előmeccsen a junior 36-18-ra nyert. A TAC az alábbi csapattal kezdte a játékot. Cérna, Kanyó, Baski, Kanyó Bence, Lehőc, Szám, Vaskó. Mi kezdtünk, és Baski hagyta ki az első helyzetet. A balszéről nem tudta bevenni a vendég kaput, Nyári védett. 1 perc 10 másodperc telt el, amikor Vaskó révén megszereztük a vezetést. Szám ellen szabálytalankodtak a vonalon, jogosan fújtak büntetőt a játékvezetők. Himmer jött, lőtt, 2-0. Nyári kapust tettük nagyjá, védései a kiadott zicserek miatt fordítottak a vendégek 2-3-ra. Ezután Kanyó Bence, Szám, Baski gól, és már a TAC vezetett 5-3-ra. Szám passzívban lőtte rá a labdát, ami a blokkról pattant ki. Sarokdobás után szabaddobás, a kapus védett, de a kipattanó maradt nálunk, és Szám most már belőtte. Kimaradt vendéghelyzet, pontosabban Cérna védett, a lerónást pedig Szám fejezte be góllal, ez volt a 3. találata. A 16. percben Szövérfi került helyzetbe, de a vonalon lerántották, amiért jogosan járt a 7 méteres. Himmer jött ezúttal is, de pont a kapus lábába lőtte a labdát. A vendégtámadás hazai blokkon halt el, Kanya Ádám szerezte meg, indította Vaskót, aki a begurásnál végtelenségig kivárt, de belőtte. Először vezettünk 4 góllal 9-5-re. Jó védekezés után az indítást lefülelték a vendégek Vaskó elől, és a támadásból gólt szereztek, ráadásul a visszaérő Vaskó sárgát is kapott. Szövérfi sokat vállal, bár gyötrik közben. Ezúttal is bevállalta a betörést, de lerántották, a labda így is a állóba került, és Mecseki még 2 percet is kapott. A 24. percben a vendégek jutottak sarokdobáshoz, középen Kínaira akarták feladni, de Baski megszerezte. Szövérfi már rohant is előre, meg is kapta a labdát, és biztosan lőtte be, 11-6. A vendégek támadtak, amit Vaskó csak szabálytalanság árán tudott megakadályozni. Lerántotta Leszkovánt, ezért járt a 2 perc. Szabó 10 másodperc alatt ki is használta az emberelőnyt. A félidő utolsó eseménye Baski gólja volt, aki 3 másodperccel a vége előtt találta állóba, pedig közben kapott egy pofont is. 13-8-ra vezetett a félidőben a TAC. A második játékrészt a Cérna, Vaskó, Kállai, Szalcinger, Himmer, Lengyel, Kanyó Ádám csapat kezdte.
Az első vendéghelyzetből kapufa lett. Galambos kapott 2 percet, mert a meginduló lengyelt buktatta. A létszám felint jól játszották meg a jobb szélre, ahova Vaskó lőtte a hálóba. Kanyó Balázs 2-szer, Himmer, Vaskó is betalált, így az első 5 percben 5 gólt lőttünk. Ébredeznek a várpalotaik, legalábbis 7-eshez jutottak, amihez Galambos állt oda, Kanyó Ádám volt egyébként szabálytalan. Kapust cserélünk, jön Varga, aki védi is a büntetőt, kitopogott a 3 méteres vonalon kívülre, így ismétlés jöhetett, amit Galambos már be is lőtt. Tatai támadás végén lengyel passzol Kanyó Balázsnak, aki félkézzel lekapja a labdát, befordul a védője mellett, és így lövi a hálóba az újabb tatai gólt. 10 perc telt el a második félidőből, amikor már ezt is meg lehetett próbálni. Lengyel tette fel Kínaira Kanyó Ádámnak, aki jó ütemben ugrott, kapta el a labdát, és lőtte be, ezzel 21-10-re vezettünk már. Felváltva estek a gólok, nem nagyon megy a védekezés egyik csapatnak sem, állandósult a 10 gól körüli különbség. Vendégek ezért többször is büntetőket, 2 perceket kért számon a játékvezetőkön. A hazai támadás lengyel fejezte be góllal, igaz közben lökték, de a bírók jól alkalmazták az előnyszabályt, 47. percben ismét vendégidőkérés. Kállai sokat próbálkozott a második félidőben, ezúttal is nagy lendülete indult a megkapott labdával, és felugrásból a 9-esről kilőtte a jobb felső sarkot. Utolsó 10 percen belül vagyunk, amikor a vendégek támadnak, és 28-17-re vezet a TAC. Úgy tűnik, hogy a sok nehéz, göröngyös meccs után most egy kicsit könnyebb, bár most éppen egy könnyű gólt engedtünk a vendégeknek, ez volt a 18. góljuk. Jó kezdtünk, hiszen 2-0-ra vezettünk, aztán az elején gyorsan megfordították a vendégek a meccset 3-2-re, aztán utána mi vezettünk 5-3-ra, gyakorlatilag onnantól kezdve egyre nagyobb a fölénye, és most már tulajdonképpen a másik félidő elejétől kezdve állandósul ez a 10 körüli különbség. Ha a nézők jó hangulatban lettek volna, akkor kiabálták volna a 10 köztét 19-9-nél, de elég csendes a lelátó, lehetünk vagy 100-an, de hát közönség is érzi, hogy különösebb izgalomra nincs sok ezen a mérkőzésen, és már kellett egy ilyen meccs. Kállai nagyon belejött a második félidőben, a harmadik gólját lövi. Egyébként Kanyó Balázs és Vaskó lövi még a gólokat. Kanyó Balázs a második félidőben 4-et is lőtt. Ezúttal nagyon elengedtük Polgárt, aki a 4. gólját szerzi. 22. perc, közönség védekezetek már egy kicsit. Ez annak szól, hogy az utóbbi néhány percben bizony elég könnyen szereznek gólt. Kicsit lazult a védekezés, mintha megérezte volna a csapat, hogy ez biztos győzelem. És már nem védekeznek olyan keményen, mint az első fél időben. Egy szélső zicser, és ez a második fél időben nagyon biztos kézzel lőjük. Ezúttal Endrédi Dezső volt eredményes, aki nem régen szállt be a játékba. Védekezésbe középen Lengyel és Szalcinger állja utat, ezúttal nem sikerült utat állni, Tarlósi lőtte át őket. Jön Himmer ezúttal. Endrédi, Dezső, Kállai, Himmer, ő irányít. Beállóba Lehőc, Lengyel, túlsó oldalon pedig 13-as Endrédi Péter adja most éppen szabad dobáshoz vissza a labdát. Gyakorlatilag szinte teljesen kicserélődött a valamikori kezdőcsapat. Szabálytalan zárás. Himmert állította meg a játékvezető, és Galambos a második félidőben az 5. gólját szerzi már ezekből a hosszú indításokból, 30-21, akkor, amikor a 24. perc felénél tartunk, a vendégek már 2 időt is kértek.
volt egy olyan időszak, amikor nagyon megindultunk, és akkor úgy gondolta a vendégek mestere, hogy meg kell állítani a rohanást, és az időkérés ez talán segít. Nagyon szépen egész messzire bevetődik Endrédi Dezső, hogy minél kisebb legyen a szög, kisebb esély legyen a kapusnak, és megszerzi a 31. gólt. Egyébként ez a mai kézilabdás nap csupa gólzáporos meccset hoz. Ezt mindenki csak nézte, Varga kapus is szó szerint benézte ezt a labdát. Cérna jól védett az első fél időben, egész a második fél idő közepéig ő védett, aztán akkor állt be Varga. Ki is védett rögtön egy hetes, csak kicsit előrébb topogott a 3 méteres vonalon túl, aztán meg kellett ismételni, azt pedig már belőtték a vendégek. Sarokdobás, Szövérfi került vissza, Himmer egyedül. Ez egy 2 perc, igen. Lerántották, Puskás volt a bűnös. Himmer 7-esből gólt lőtt, 7-est kihagyott, és ebben a félidőben már második gólját szerzi. Emberölénybe vagyunk, tehát 2 percig, akkor, amikor következik az utolsó 5 perc. És 32-22, tehát ez a bűvös 10 gól, ez most már nagyon régóta megvan. Galambos, német polgár, rendszerint ő az, aki megpróbálja átlövésből bevenni a tatai kaput. Most a bejátszása nem sikerül, de ebbe bűnös Szövérfi és szabad dobása jönnek a vendégek. Darusság, Szövérfi kiemeléssel próbálkozik, birkózásban ez legalább 1 pontot ér. Itt csak egy szabad dobás. Ezúttal Tarlósit lökik el. Darusság, Tarlósi. Bal szerencséje volt Vargának, mert a kapufáról rápattant és onnan a hálóba. Kállai Himmer, Szövérfi helyett vissza Kállainak. Most mondja be Himmer a figurát. Két Endrédi a két szélen. Közben kapust cseréltek a vendégek is. Ribi érkezett és rögtön védett is. Ezért is jár a 2 perc, igen. Szépen lekísértek Kállai. Becsületére legyen mondva, nem engedte el, hogy nagyot puffanjon a vendégjátékos. Szépen letette a földre, de hát ez ugyanúgy 2 perc, így aztán körülbelül 1,5 percig emberelőnyben lesznek majd a vendégek. 3,5 perc hátrévő játékidő. Most Szövérfi birkózik bent Tarlósival. Varga véd, Himmer lerántotta, mondja a játékvezető. Egyébként Bújdosó és Mihály a két játékvezető. Tarlósi szívesen lőtte volna, de inkább Galambos kapja a labdát. És bár beleér Varga, de Galambos most már messze a legeredményesebb vendégjátékos. 7 góljával, többiek 3-nál tartanak maximum. 32-24, ilyen kevés régen volt a két csapat között. Most már emberelőnyben játszanak a vendégek 1 percig. Az előni kéne egy gólt Szövérfi. Nem engedték, hogy ellője, de szabad dobással jöhetünk. Anyó Bence régóta nem volt pályán. Nem sikerült ellőni, továbbadni se. Endrédi Dezsőt állítják meg. Marad nálunk a labda, még 1,5 percig ember hátrányban vagyunk. Anyó Bence. Ére szépen Himmer a védők kezek között. Kamera pont fonalva volt, remélem jól látszott a lövés. Ezt nagyon szépen ellőtte.
Egy szabad dobás, német kerül a földre. 2 perc, 33-24. Azért azt a tizet azt vissza kéne állítani a végére, egy belemenés miatt Tatai kézen jöhet a labda. Most már kiegészültünk. Gyönyörű egyéni akcióval Endrédi Péter játszotta meg a túloldalon. Közben törölni kell, hát igen, most már 58 perc után mindenki izzad, miközben a vendégek kikérik utolsó idejüket. 2 percen belül vagyunk, és mind a két edző még elmeséleti, hogy mit gondol az utolsó szűk 2 percre. A vendégek edzője eléggé vehemensen magyarál, az egész második félidőbe dühöngött, hol a játékvezetőkre nézett neheztelve, hol a zsűrinek panaszolt el bánatát, most pedig a játékosainak mondja. Hazai kispadon pedig Márton Ádám meccsel ma, hiszen a Tatabánya most már rájátszásban érdekelt, és pont mára lett esedékes a Csurga elleni meccsük idegenben. Így Siboni Jakabot ténykedik, így Márton Ádám viszi ezt a mai meccset, és egész jól, hiszen 34-24, akkor, amikor leketyeg az időkérés utolsó néhány másodperce, és a vendégek hozhatják majd játékba a labdát, hiszen gól volt akkor, amikor másfél perc van még hátra a mérkőzésből, és ezzel a meccsel megvan a második hazai győzelem, hiszen a Csurgó 23-as csapata ellen sikerült győzni, azóta bizony nem sok örömük telt a nézőknek a meccsekbe. Jöttek a vereségek egymás után, így ez a mai győzelem ez nagyon kellett. Egy kicsit az önbizalom is helyre jöjjön. Jövő héten nincs forduló, így aztán most egy győzelem után lehet egy üres hétvége. Varga csak beleütni tudott a labdába, elment a hosszú oldalra. Így nem sikerült védeni, ezt övért Fikállai. Endrédi harcol meg a védőjével, Galambossal, de nem sikerült becsapni. Fél perc átrévő játékidő, most éppen 9 van a két csapat között, ha ügyesek vagyunk, ezt vég lehet játszani, akár gólig is. Első fél időt is így fejeztük be, 3 másodperccel a vég előtt lőttünk gólt. Nincs belemenés, nincs gól se, egy szabad dobás jöhet még oldalról. Talán lehet még gólra tenni, van még 6 másodperc. Ebből már nem lesz gól, nem lesz semmi. Marad a 9 közte. Ősz után tavasszal is Tatai győzelem. 34-25-re verjük a Várpalotát. Beugró edzőként sikeres edző vagy. Végül is sima meccsen hoztátok a 2 pontot. Hát nehéz mérkőzésre készültünk, mert kicsit hullámvölgy van a csapat, de azt gondolom, hogy felkészültünk tisztességesen, a Jakab felkészített a csapatot, úgyhogy nem volt gond, hála Istennek. Tulajdonképpen kemény meccs is volt, mert azért voltak ütközések, de úgy gondolom, hogy a mi stílusunk az most azért bejött. Igen, az első félidőben vártuk is, hogy keményen fognak védekezni, ez meg is történt, tehát olyan faltokat tudtak elhelyezni a játékosokra, hogy ezt meg is éreztük, elég kemény faltok voltak. A második félidőben próbáltunk egy kicsit frissíteni, új erőket behozni, itt újabb lendületet tudtunk adni a csapatnak, és gyors gólokból tudtunk eredményesek lenni. Mintha neked a második félidőben kezdődött volna, akkor dobtál 5 gólt. Így van, hát akkor csöppentem bele igazán csak a játékba. Örülök neki, hogy jól sikerült beszállni, tudtam segíteni a csapatnak, de egy szerepe volt a társadnak is, akik adják a gólpasszokat, itt a Himmer Zoli, Lengyel Peti. Jól megértjük egymást, ez fontos. Pedig nem volt könnyű dolgozott a vonalon, mert azért nagyon keményen védekeztek. Hát igen, de azért az ember már megedződik az évek folyamán. Örülök neki tényleg, hogy visszataláltunk a helyes útra, és csapatként tudtuk megnyerni ezt a meccset, ami nagyon fontos most nekünk. Ez benne volt, hogy beállóból is sokszor tudtál eredményes lenni?
Igen, igen, én úgy érzem, hogy most én is hasznára voltam a csapatnak. Ilyenkor a beállós mikor érzi azt, hogy neki kell kapni a labdát, és van helyzet, vagy a társak látják, hogy mikor mozogsz úgy, hogy lehet adni? Hát ez több összetevős, azért vannak jól begyakorolt figuráink, amikor tudjuk, hogy hol lehet helyzetbe hozni a társunkat. Vannak azért páros kapcsolatok is, amik jól működtek. Ez vegyes mindig. Belülről is ilyen könnyűnek tűnik, mint ahogy az eredmény mutatja? Nem, azért nekünk most nagyon meg kellett küzdeni saját magunkkal is tényleg, mert nem vagyunk jó formában. Ebből a meccsből is többet ki lehetett volna hozni, de kezdeti lépésnek nem volt rossz. Akkor most egy kicsit jól jön ez az egyhetes vagy kéthetes pihenő? Nagyon jól jön nekünk. Most össze tudjuk szedni magunkat, mind fizikálisan, mind úgy gondolom, hogy fejben. Egy kis szuszonásnyi idő jól jön. Előzetes jövő heti műsorunkból sakkoztunk a Kőkútiban, tatai sikerek az úszó diákolimpián, kajakkosok idény előtt, kezdődik a focikert szezon, ösztöndíjakat, támogatásokat adtak át a Városházán.